szinte észrevétlenül illant el a farsangi szezon idén. Ennek lezárása 2021-ben február 16-ára esik. Ez a nap húshagyóked napja, amikor is utoljára ehetnek húst azok, akik részt vesznek a katolikus egyház 40 napos böjtjén, mely a megtisztulásról, a bűnbánatról és az áldozatvállalásról szól. Ez Hamvazó szerdával kezdődik, idén február 17-én. Hamvazó szerdának azért van egy nagy üzenete, hogy elkezdődik valami új az ember életében. Ez számunkra, keresztények számára egy nagyon fontos időszak, hiszen ez több mint 40 nap, hogyha kiszámolják, akkor nem csak 40 nap, hanem ez 46 napra is kijön, csak a vasárnapokon nem böjtölünk, akkor lehet enni, inni, de a hétköznapokon van ez a böjti időszak. A szigorú böjt már csak Hamvazó szerdára és nagypéntekre szól. Ekkor a 18 és 60 év közötti hívek a nap folyamán háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól. Valamint ezeken a napokon és a nagyböjt többi péntekén arra kéri a katolikus egyháza 14 évnél idősebb tagjait, hogy ne fogyasszanak húst. Megfigyelhető az, hogy folyamatosan lazultak az egyház előírásai a böjttel kapcsolatban. Például az 1920-as évekre már csak a böjti péntekekre, a Hamvazó szerdára és a nagyszombat délig tartó időszakra írt elő a katolikus egyház kimondottan szigorú böjti, magatartást a híveknek. Jellemzően ilyenkor zsír helyett olajjal főztek. Halat, kenyeret, babot, borsót vagy lencsét ettek. A mai rohanó világban azonban ritka az olyan hívő, aki tartja még ezt a vallási hagyományt.